Tisztelt egybegyűltek, kedves vendégeink! Jó estét kívánok! Áldott, boldog, reményteljes új esztendőt kívánok valamennyiüknek. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket itt a Kossuth Kulturális Központban, a hagyományos újévi koncertünk alkalmából. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent díszpolgárokat, városi kitüntetetteket, az intézmények és a civil szervezetek jelenlévő képviselőit, és köszöntöm képviselőtársaimat is. Idén, ahogy már polgármester úr említette, ezen az estén fogja elmondani hagyományos évértékelőjét, rendhagyó módon most az újévi koncert alkalmából. Illetve átadásra kerül három elismerés is, az év vállalkozói és a Dabasváros közbiztonságáért elismerések. A díjátadást követően pedig az újévi koncert következik, amelyet az idei évben a Kecskeméti Aurin Leány Kórus, valamint az Iskola Kamara Kórusának előadásában hallgathatnak meg. Most tehát nagy tisztelettel megkérem Kőszegi Zoltán polgármester urat, hogy tartsa meg újévi köszöntőjét, és mondja el a 2016-os év évértékelő gondolatait. 2016. esztendő az önzetlenség éve volt, az önzetlenség jegyében hirdettük meg, és hát még mielőtt erről az évről, amiben volt aztán hideg is, meleg is, voltak próbatételek, sikerek, voltunk fent és lent, nagyon sok minden volt, és hát itt ezek itt számokban is, és rövid szöveges összefoglalókban is a kezemben van. Előtt engedjék meg, hogy én akkor még egyszer nagyon boldog új esztendőt kívánjak, továbbra is önzetlenséget mindenkiben, sok-sok szeretettel, és erős kapcsolatokkal teli gazdag új évet kívánok. Itt ez a Molinó is hirdeti, hogy az új esztendőt, a 2017. évet a kapcsolatok éveként hirdettük meg. Nagyon fontos, hogy a kapcsolataink erősödjenek, nőjenek, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz minden szempontból, és a kinyújtott kéz, az egy kinyújtott kéz megtalálja a másikat, és aztán a kéz után pedig a szív is, és hogy jó kapcsolatban legyünk. A 16-os esztendőről, ha már az önzetlenség jegyében hirdettük, megengedjék meg, hogy nagyon gyorsan hagy emeljek ki három olyan önzetlen közösségi cselekedetünket, ami gyűjtésből, adakozásból szerveződött, adódott össze, és így támogatni tudtunk rendkívül rossz helyzetben lévő családokat. Ennek a részleteibe nem megyek bele, mert erről már beszéltem a helyi médiumokban. Mindenképpen jó érzéssel töltött el engem, és mindenkit, aki ennek részese lehetett, és nagyon jó volt, hogy az önkormányzat a költségvetéséből ki tudta egészíteni, és olyan helyzetekben tudtunk segíteni, amelyek valóban reménytelennek tűntek, és mégis megoldódtak, úgyhogy nagyon örömteli volt ez, és szélesítettük azt a szociális hálót, megerősítettük, szorosabbra fontuk az elmúlt esztendőben, amit évekkel ezelőtt elkezdtük, és így sokkal többen maradtak fenn ezen a hálón, sokkal többen kerültek a szociális ellátó rendszerbe, olyan közvetlen segítségi nyújtásokkal, amik az élethelyzetüket, az életminőségüket javította, ez több száz családot jelent a városban, és hál' Istennek a városban élő családok, közösségek élethelyzete javult. Ezt elsősorban a gazdasági élet szereplőin keresztül értük el, köszönöm is nekik, és mindjárt mondok is egy számot, a város adóbevételei a tervezethez képest 144 millió forinttal magasabb összeget mutatnak, tehát jelentős mértékben erősödött a város gazdasági potenciálja. Ez a szám, hogy mit jelent a 144 millió, a 750-780 millió forintos tervezett adóbevételhez képest jött be ennyivel több. Ez jelentős arány növekedést jelent, úgyhogy jó kilátásokkal indulunk neki a 2017. évnek. És aminek én mindig nagyon örülök és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ennek a településnek legyen megtartó ereje és gyarapodni tudjon. A településünk több mint 180 fővel, 185 fővel gyarapodott, és pontosan a legutóbbi decemberi statisztikai adatok szerint 16.937-en vagyunk. Tehát 16.937-en. Minden bizonnyal 2017-ben átlépjük a 17 000-es határt. Én évek óta mindig arról beszélek, hogy egy 17 000-es kisvárosban élünk, mert egész közel voltunk hozzá, de most már ez valóban így lesz. Minden bizonnyal 2017-ben 17 000 fölé emelkedik a lakosság lélekszáma.
Nagyon-nagyon sok esemény volt, nagyon sok mindennel gyarapodtunk, és ahogy mondtam, voltak megpróbáltatások, kihívások, amelyek többségének meg tudtunk felelni, eleget tudtunk tenni, és voltunk fent, és voltunk lent. Ezt most akkor konkrétan hagy fogalmazzam meg. Két rendkívüli, úgymond extrém vállalkozást támogatott a város ebben az esztendőben. Egy K2-es csúcstámadást, a 8000-esek egyikének meghódítását tűzte ki célul egy székely fiatalember, akinek az expedícióját a város támogatta, talán az egyetlen önkormányzatként a magyar önkormányzatok közül. Ugye ez a világ legmagasabb pontja, vagy egyik legmagasabb pontja, és a város támogatott egy olyan expedíciót, amely a világ legmélyebb barlangjának felkutatását célozta. Ez az Inverse Everest nevű expedíció volt, magyarokból állt, és a világ legmélyebb barlangjába mentek le, és elsőként tárták fel a barlangot fotókkal, fotodokumentumokkal, videókkal. Tehát a világ legmagasabb pontjának és a legmélyebb barlangjának felkutatása és meghódítása is cél volt, illetve célként támogatni tudtuk ebben a városban. De ezen kívül természetesen az egyszerű hétköznapi kihívások esetében is helytálltunk, ha kellett támogattunk, ha kellett szerveztünk, odaálltunk bizonyos ügyek mellé, és minden jel azt mutatja, hogy a város gyarapodott minden szempontban, lélekben, létszámban, anyagiakban és összetartásban is. Ezt az önzetlenség jegyében nagyon sokszor kifejezésre tudtuk juttatni. Összességében azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon sikeres évet zártunk, és volt egy népszavazás is, ami nem csak ebben a városban zajlott, hanem az egész országban. És ugye itt ki kellett mutatni azt, hogy mennyire vagyunk elkötelezettek a saját jelenünk és természetesen a jövőnk sorsát illetően. Kérdés volt, hogy mennyire vagyunk aktívak egy ilyen kérdéskör esetében, bármennyire is a politika kellős közepében volt ez a kérdéskör, de mégis húsba vágó, mindannyiunk sorsát, életét befolyásoló kérdésről volt szó, hogy mennyire vagyunk aktívak, mennyire vagyunk hajlandók ebben részt venni, ebben véleményt formálni, véleményt nyilvánítani, és ezen keresztül formálni a magyar politikát és az európai politikát. Elmondhatom, hogy az országos átlag felett teljesítettünk, sokkal jobb volt a részvételi arány, mint általában az országban. A 10 000 fő feletti települések közül a legjobbak között voltunk, megközelítettük az 50%-ot, hajszál hiány értük el, tehát legalább az itt élő embereknek a fele úgy érezte, hogy ebben véleményt kell nyilvánítani, és természetesen akik elmentek, azoknak a többsége egy véleményen volt, tehát majdnem 99%-ban ez egy egységet mutat, és azért azt is tudni kell, hogy általában a választásokon sem itt Dabason, sem az országban nem olyan óriási a részvétel, tehát mondjuk Svájchoz, vagy nyugat-európai országokhoz képest mindig elmaradunk, tehát ez összességében egy pozitív dolog volt. Sok neves személyiség látogatta meg a városunkat, nagyon sok rendkívüli esemény történt a 2016. esztendőben, sok sport és kulturális esemény. Én úgy gondolom, hogy bekerültünk az ország és a nemzetközi élet, kulturális élet és sportélet vérkeringésébe. Nagyon sok mindent kezdeményeztünk, elindítottunk többek között a Gyóni Géza évet, ami most is zajlik, és a Gyóni Géza évhez kapcsolódóan a Magyar Kultúra Napján egy rendkívül is fantasztikus kiállításra kerül sor majd 21-én a Kossuth Ház galériában, tehát ezt az évet is ebben most 2016-ban indítottuk el, a Gyóni Géza évet, amit a miniszter úr is 9 millió forinttal támogatott, tehát gazdag programokat tudunk megvalósítani az 56-os forradalom emléket ünnepeltük, illetve arra emlékeztünk 60. alkalommal, tehát a 60. évet, és méltó módon egy emlékpontot, egy büszkeségpontot állíthattunk fel szintén önkormányzati pénzből és állami támogatásból, és hát most friss a hír, hogy a büszkeségpont mellett egy emlékhelyet, egy emlékszobát is kialakíthatunk erre, és kaptunk támogatást, ennek a kialakítása majd az idejében fog megvalósulni. Mivel Dabas elsősorban a Gyóni események miatt az 56-os események egyik jelentős helyszínen, színhelye, ahol ráadásul utána megtorlások is voltak, megbélyegzés, nagyon fontos, hogy valóban emlékhelyet, emlékpontot állítsunk, és ebből a szempontból is ott maradjunk a magyar történelem és a magyar politikum térképén. Összességében egy változatos, gazdag, sűrű,
élményekben gazdag, sok-sok veszteséggel, de sok nyereséggel és örömmel teli napot, pillanatot élhettünk meg. Gyorsan eltelt az év. Én nem tudom, hogy hogyan értékelték, hogyan látják, hogy amit én itt igyekeztem összefoglalni, az mennyire volt gyors. Hogyha nem tudom, hogy vagy gondolják, én ezzel be is fejeztem, hogy gyorsnak tartják-e. Ha igen, akkor egy mondattal zárnám, hogyha úgy gondolják, hogy gyorsan zártam le, akkor tessenek felkészülni, legalább ilyen gyorsan fog eltelni ez az év is. Nagyon gyorsan fog eltelni ez az év, és figyeljünk oda egymásra, keressük a kapcsolatot, és a meglévő kapcsolatainkat erősítsük meg, tegyük szorosabbá, tegyük tartalmasabbá, nagyon fontos a minőségben együtt töltött idő, nagyon fontos az odafigyelés, és most már egyre többször halljuk, vagy olvashatjuk azt, hogy mindenkinek van egy szeretett nyelve. Szeretett nyelve az egyénnek is van, a közösségnek is van, találjuk meg egymás szeretett nyelvét, szólaljunk meg ezen, kerüljünk egymáshoz közelebb, mert hogyha kinyújtom a bal karomat, és önök nyújtják felém, akkor azért a karom végén ott van a szívem, és a szívünkön keresztül tudjuk a legjobban megszólítani egymást, hogy tegyük majd ezt így ebben az új esztendőben, legyen kapcsolatokban gazdag, veszteségekben szegény, nagyon boldog, sikeres, eredményes a 2017-es esztendő, ezt kívánom mindannyiuknak, és önökön keresztül a város minden polgárának. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Kedves jelenlévők, amíg a színpadot átrendezzük, illetve ezt a kis dobogót a díjátadáshoz, addig megkérem a kollégáinkat. Mindannyiuknak készültünk egy-egy pohár pezsgővel, hogy tudjunk kocintani az új évre és a sok bőségre, amit várunk ettől az esztendőtől. Természetesen igyekeztem minél több információt egységnyi idő alatt elmondani, azért néhány fontos adat mégiscsak kimaradt. 200 gyerek született a városban, azt hiszem nem mondtam. 200 gyerek, 99 fiú és 101 lány, és ez jó, mert azt jelenti, hogy nem lesz háború, és 5 ikerpár van közöttük. Ez az idei adat, és hát kevesebben mentek el, hál' Istennek, tehát ennek is köszönhető, hogy gyarapodtunk, és ez nagyon fontos, hogy nem csak a beköltözőkkel gyarapszunk, hanem természetesen is gyarapszunk, tehát megtartó erőnk van, vonzerőnk van, és nem csak önreprodukcióra képes a település, és hadd mondjam el örömmel, hogy a saját baráti körömben is több családban megszületett a negyedik gyerek. Úgyhogy ennek külön örülök, és nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el. Sajnos viszont vannak veszteségeink, elmentek közülünk. Sokan közismert emberek is, mint Latyák István igazgató úr, vagy Füredi tanárnéni, Mráz Mátyásné, aki a Magyar Davas Kultúráért kitüntetésben a népviseleti babákat ötöztette mindig. Tehát vannak közismert veszteségeink is, és hát persze mindenkinek, vagy sokunknak a családjában, baráti körében, ismerősi körében is. Többek között nem Dabasi, de mégis egy régi barátom, vagy régóta barátom, és elment úgy, hogy hónapok óta készültem, hogy keresem telefonon, személyesen találkozunk, beszélgetünk, aztán csak nyaralásból hazajövet, egy jelszelentés vált otthon, és döbbentem rá, hogy addig halogattam, hogy nem találkoztunk, egy velem egykorú viszonylag fiatal ember, aki úgy ment el, hogy nem tudtam még vele egy jót beszélgetni, és ugye persze mi nem számítunk rá, mert ki gondolná, hogy elmegy, de bárki elmehet, bármikor, úgyhogy tényleg figyeljünk oda egymásra, és próbáljuk a kapcsolatot tartani, és minél több örömet adni egymásnak. Legyen ilyen ez az esztendő, kevés veszteséggel, ahogy mondtam, sok-sok örömmel, gyarapodással, és nem tudom, hogy kiosztották-e a poharakat. Megengedik, akkor egy kicsit ilyen személyesen önző, egy kicsit önző módon emelem majd a poharamat.
a rajtunk keresztül, feleségemmel, a kettőnk kapcsolatának erősödésén keresztül kívánok mindenkinek kapcsolaterősödést, a mi kapcsolatunkat is próbára tették a különböző pletykák a 2016-os esztendőben, de természetesen nem tudták próbára tenni, mert lehetetlen, mert azért a mi kapcsolatunk és házasságunk egy erős keresztény házasság, úgyhogy hogy az ilyen rossz indulatú pletykák sem tudják kikezdeni, de azt kívánom, hogy ez mindenhol így legyen, hogy semmelyik kapcsolatot semmilyen formában rossz szándékkal tudják kikezdeni. Ez csak úgy működhet, hogyha jó a kapcsolat, erős és tartalmas. Úgyhogy ezt kívánok mindenkinek, hogy mindenen jusson túl, minden nehézségen, minden próbatételen, és egészségben, megerősödve, szeretetben, gazdag életet éljünk a következő esztendőben, 2017-ben. És a mai estére pedig jó szórakozást kívánok mindenkinek. Isten éltesse mindenkinek. Kedves jelenlévők, ahogy az előbbiekben említettem már, három elismerést is átadunk a mai estén az újévi koncertet megelőzően, amelyekről a képviselőtestület 2016 évvégén az utolsó képviselőtestületi ülésen döntött. Ezek a Dabasváros közbiztonságáért, valamint az év dabasi vállalkozói elismerések. Megkérem polgármester urat, hogy fáradjon ide föl a dobogóra, és kérem a segítőinket is, a kabinetirodából munkatársainkat, hogy segítsenek a díjak átadásában. Elsőként a Dabasváros közbiztonságáért kitüntetést fogjuk majd átadni, amelyet a 2016. évben a Dabasvárosi Polgárőrség egy aktív tagja, Lagzi Zoltán érdemelt ki. Megkérem, hogy fáradjon ki a díj átvételéhez. Lagzi Zoltán tőzsgyökeres dabasi Gyóni családból származik, itt végezte iskolai tanulmányait is. Feleségével és három gyermekükkel Gyónon élnek. 1995 óta dolgozik teherautósofőrként, emellett pedig immár 10 éve vállal tevékeny szerepet a polgárőrségben. A Dabas-Gyóni Polgárőr Egyesület alapító tagjaként aktívan közreműködött az Egyesület elmúlt egy évtizedének mindennapi életében. 2016-tól az Egyesült Dabasvárosi Polgárőr Egyesület szolgálatvezetője lett a tagság egyhangú szavazata alapján. Az Egyesület vezetőjének elmondása szerint Lagzi Zoltán olyan polgárőr és olyan polgára a városnak, akire a nap 24 órájában bármikor számíthatnak. Városáért és szűkebb pátriájáért, a Gyóni város részért önzetlenül tevékenykedik immár egy évtizede, ezért is kapja a képviselőtestület egyhangú döntése értelmében a Dabas közbiztonságáért díjat a 2016. évben hozott döntés alapján. A díjhoz szívből gratulálunk. És hogyha esetleg szeretnél szólni, akkor erre lehetőséget adunk. A következőkben a 2016. év dabasi vállalkozásai elismeréseket adjuk át. 2016-tól egy egyéni és egy társas vállalkozást díjaz a képviselőtestület. Elsőként az egyéni vállalkozói elismerést adjuk át. Megkérem ezért Pálinkásné Balázs Tünde és Szantófer János alpolgármestereinket is, hogy fáradjanak ide föl a dobogóhoz és segítsenek a díjak átadásában. Dabasváros önkormányzata képviselőtestületének döntése értelmében a 2016. évben az év vállalkozója egyéni vállalkozó kategóriában Mráz István lett. Megkérem, hogy fáradjon ide a díj átvételéhez.
Ráz István tőzsgyökeres sári családban született. Itt végezte általános iskolai tanulmányait is, majd a budapesti Kolosi Richárd finom mechanikai és műszeripari szakközépiskolában érettségizett. 1979-től az Elektrofém kisszövetkezet Ramovil szervizében helyezkedett el. Közel 30 éve, 1988-tól kisiparos. 1992-től pedig mint egyéni vállalkozó végzi tevékenységét. Vállalkozása fő profilja a háztartási gépszerelés, amelyet nem csak városunkban, hanem annak vonzás körzetében is több mint 10 településen végez, Alsó-Némeditől Kumpeszérig, Bugyitól Hernádig. Ráz Istvánról elmondható, hogy bármilyen jellegű meghibásodással találkozik is, legfőbb célja, hogy megjavítsa az akár évtizedes készülékeket is. Akkurátus jelleme, precíz, alapos munkavégzése, megbízhatósága miatt bizalommal fordulnak hozzá partnerei. Egyéni vállalkozói tevékenysége a dabasi emberek mindennapjait könnyíti meg. A vállalkozói szektorban töltött 3 évtizedes munkája példaértékű, ezért is méltán kapja meg a képviselőtestület egyhangú döntése értelmében az évvállalkozója 2016 kitüntetést. A díjhoz szívből gratulálunk, és további aktív éveket és sok sikert kívánunk. Istvánnal kapcsolatban, hogy az önzetlenség éve volt az előző év, amikor döntöttünk erről az elismerő díjról. Hát ő valóban önzetlenül tevékenykedik, mert azzal a tudással, azzal a szakmai tudással és tapasztalattal a mai világban szerintem akár meg is lehetne gazdagodni ebből a vállalkozásból, de hát ő nem ilyen szemlélettel végzi a munkáját, hanem tényleg önzetlen szolgálatként is tekinti, nem pusztán anyagi megélhetés szempontjából, úgyhogy ezt külön köszöni a testület, és külön is figyelembe vettük, hogy azt hiszem, hogy nagyon-nagyon méltó helyre került az elismerés. Köszönjük szépen, jó egészséget és hosszú-hosszú aktív életet kívánunk, István! És akkor a következőkben a társas vállalkozói elismerést egy negyed évszázados múlttal rendelkező dabasi vállalkozás két vezetője, két vezető házaspára veheti át. A 2016-os évben a képviselőtestület ezt az elismerést a Trendkóp Kft.-nek adományozta. Megkérem a céget vezető két házaspárt, Temesi Istvánt és feleségét, Temesiné Ország Erzsébetet, valamint Cserna Antalt és Csernáné Derdák Évát, hogy fáradjanak ki az elismerések átvételéhez. A Trendkóp Kft. 1991-es megalapításakor a vállalkozás létrehozói cégük egyik fő filozófiájaként jelölték meg, hogy az ügyfelek problémáit nem pusztán megoldani, hanem közös erővel megelőzni kívánják. Évtizedek kemény munkájának eredményeként született meg az a cég, amelynek révén napjainkban már teljes számviteli szolgáltatást nyújtanak. Külön választották az egyes feladatköröket, a bér- és munkaügyi feladatokat, az adatrögzítést, a könyvelést, illetve az adótanácsadást.
A cég fő tevékenysége 1998 óta az európai mezőgazdasági számviteli rendszerben történő munkák ellátásává vált. Mezőgazdasági üzemek termelési adatainak összegyűjtését, feldolgozását és pénzügyi elemzését végzik. Ezeken az adatokon alapul Magyarország Európai Unió felé történő mezőgazdasági adatszolgáltatása, és információt szolgáltatnak a hazai agrárpolitikai döntésekhez is. 2014 óta táblaszintű adatgyűjtési feladatokkal is bővült a cég tevékenysége. A projekt lényege a hozamkiesések mértékének műhold alapú érzékelésének kialakítása, hogy a hozamkiesések egyszerűen és gyorsan nyomon követhetőek legyenek. Az elmúlt években a Trendkóp Kft. Egy dabasi adóklubot hozott létre, azzal a céllal, hogy a hasonló tevékenységet folytató vállalkozások számára szakmai fórumot teremtsen. A Trendkóp Kft. Fennállásának 25. évfordulóján 2016. áprilisában egy 150 fős szakmai konferenciát szervezett a Sári Zarándok és Kulturális Központban, amelyre az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek vendégeiket, és jó hírünket vitték tovább oda. Negyedévszázados kiemelkedő szakmai tevékenységük alapján méltán vehetik át most az év dabasi vállalkozója 2016-ban elismerést. A díjhoz szívből gratulálunk, és a cégvezetők, hogyha kívánnak szólni, erre most lehetőséget adunk nekik is. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is Önöket. Hát, mikor megkaptam ezt a levelet, és elolvastam, hát nagy meglepetés és nagy öröm volt, hogy a Dabasváros képviselőtestülete a cégünkre gondolt, ránk gondolt, a munkatársainkra, akik itt együtt dolgozunk most már több mint 25 éve. Én mindenképpen szeretném megköszönni az ő nevükbe is Dabasvárosának, hogy befogadtak minket, támogatnak minket, úgy a képviselőtestületnek, mint Dabasváros vezetőinek is. Talán néhány személyes dolgot szeretnénk még mondani Önöknek, hogy ez a cég most már hát közel 40 fővel dolgozik, és ez a 40 fő munkatársam együtt tud dolgozni velem. Tehát én őnekik köszönöm meg ezt a díjat, mert ez a jelentősége annak, hogy én ott dolgozhatom velük, ők elfogadnak engem, sőt, azt mondják, hogy hát irányítsam, mondjam meg, hogy esetleg mifelé menjünk, milyen stratégiai elképzeléseink legyenek. A dolgozóinknak nagy része már 20 vagy 15 éven állunk dolgozik. A fiataloknak meg azt mondom, hogy akik fiatalként ott vannak, hogy töltsenek el újabb 25 évet. Nagyon jó érzéssel tölt el engem az, hogy most már mindegyik gyerekem a cégbe dolgozik. Én kérem őket, hogy olyan céget alakítsanak ki továbbiakba is, mint amit mi már itt közösen elképzeltünk és létrehoztunk, de az ő munkájuk révén legyen meg az a lehetőség, hogy Dabasváros bármelyik lakosa, akár munkatársként, akár ügyfélként szeretettel jöjjön be hozzánk. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm az ő nevükbe is ezt a díjat, mert ezt tényleg csak együtt tudtuk elérni. Ugyanúgy, ahogy Éviékkel együtt, Cserna családdal, tehát közösen hoztuk létre ezt a céget. Köszönöm szépen még egyszer. Tehát mondtam, most átadjuk majd a színpadot a Kodály iskola Aurin leánykarának és kamara kórusának, akik újévi koncertünk fellépői. A kórus Európa számos pontján fellépett már nagy sikereket aratva. Két alkalommal városunkban is vendégül láthattuk őket, 2014-ben a Dabasi Napok alkalmával a Nemes Kúria kertjében, 2015-ben pedig az adventi városházi estén kápráztattak el bennünket a tehetségükkel és a képzettségükkel. A kórust ez alkalommal is Durnyik László karnagy vezeti. Fogadják tehát nagy szeretettel a kecskeméti Aurin kórust. Thank you.
Ez egy Kodály mű, egy ritkában hallott mű, kicsit nehéz, talán azért se sűrűn hallani, de nagyon aktuális, az a cím, hogy új esztendőt köszöntő.